Na mondjál, hogy mi történt? Na mondjál. A legjobb kor érkezett meg, mert ő neki mi lesz a feladata az esküvőn? Az lesz a feladata, amit ő enged nekünk, mert hogy egyébként azért akarata, meg öntudata az van bőven. A szüleim azt mondják, hogy gyerekkoromban én voltam ennyire akaratos. Látva azt, hogy Dinának mennyi sérülése van, mennyi törése volt, így nem feltétlenül vagyok nyugodt. És állítólag az Éti még durvább, mint én. Nyári Diának és párjának, Daninak minden a közelgő esküvőjükről szól, ami annyira közel van, hogy már itt van a kertek alatt. A legény búcsú most lesz, a lány búcsú már megvolt, minden részlet itt most a Családvarázsban. Most volt a lány búcsút, hogy sikerült? Igazából feküdtünk egész nap a medence partján, úgyhogy hát... fogytak az aperol spriccek, ennyi. Kvízek voltak egyébként, az jó pofa volt. Volt egy olyan kérdés, hogy Dani hány cukorral issza a kávét, amire mondtam, hogy ő azt hiszi, hogy egyel, de igazából kettővel, és mert hogy minden reggel én készítem a kávét. Nyugtass meg minket, hogy azért a te legény búcsút hangosabb lesz, mint a lány búcsú. Két napos legény búcsú lesz, az első nap Balcsi lesz, a második egy másik társasággal, a második nap pedig majd így a baráti körömmel itt Budapesten. Mit lehet tudni akkor az esküvőről? Próbálom titokzatosak maradni. Azért ezt mi már jó egy ideje szervezzük ezt az esküvőt. Tényleg mi az utolsó zeneszámig mi választottuk ki, hogy mi legyen ott, nem nagyon engedtünk ki a kezünkből semmit. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a szívünk, lelkünk benne van, egy kicsit úgy tekintünk rá egyébként, mint egy rendezvényre. Egy nagyon érdekes dátum, annyit szoktam mondani, hogyha valaki kérdezik. Aha, de akkor még a nyáron gondolom ebben a jó időben megejtitek. Igen. És reméljük, jó idő lesz. Igen, a proféta szóljon belőled, mert hogy egyébként szabadtéri a helyszín. Amikor Dia nem volt otthon ez alatt a három nap alatt, milyen volt nélküle? Azért tényleg úgy főzni, megcsinálni a kaját magadnak, gyereknek, mosni, rendet rakni a lakásba, plusz még a gyerekkel. Pedig ezt pont nem csináltátok, igen, de hogy, mert a lakás nem erőlt tanúskodott, amikor hazaértem. Jó, igen. A mostani generációhoz mi fiatalon lettünk nagyon szülők, és nem biztos, sőt, biztos, ha mi nem együtt vagyunk, meg nem találkozunk, akkor nekem csak az így, hogy most én 24 évesen akarok anyuka lenni, az nem volt meg. Szerettem volna egy fiatalon, de az elsődleges az volt, hogy találjak hozzá egy olyan párt, akivel. Partnerfüggő szerintem, hogy az ember megtalálja azt a másik felét, aki azt érzi, hogy vele akkor családot alapítana, leélni az életét. Szerintem a gyerek türelemre nagyon sokat tanított engem, meg arra, hogy kilendít a komfortzónába. Mindig őszintén posztolsz az anyaság és a szülőség szépségeiről, olykor nehézségeiről. Miért fontos ez neked? Most, hogy az Éti két éves, most nagyon sokszor ilyen, tehát rengetegszer hisztis, rengetegszer nem jó fej, lehet, hogy én sem vagyok jó fej vele, és én nem akarom, hogy emiatt bárki kellemetlenül érezze magát, vagy hogy az anyukák azt higgyék, hogy mindenki másnak egy ilyen idilli világa van, és egyébként a másik gyerek az nem vágja le magát a földre, de hogy nem. Kell egy kis önbizalom a nőknek, mert hogy mindenki ugyanolyan problémákkal küzd. Állapotok vannak, tehát van, amikor Daninak nagyon elpattan a húr, meg van, amikor nekem csordult túl a pohár, tehát látjuk a kamásuk, hogy most nem tud türelmesen a gyerekkel, és akkor én is azért legszívesebben azt mondom, hogy ne szólj hozzá, most menj az apádhoz, és akkor próbáljuk egymástól átvenni az irányítást. Igen, tehát hogy itt jól kiegészítjük egymást így ebben, hogy látjuk, hogy kinek van elege abból a napból, vagy abból a pillanatban is. Meg hát van is, hogy mondjuk, ez egy nagy csapatjáték, remélem, hogy Zétinek ezt talán majd meg tudjuk adni, hogy ne legyen egyke, mi mindketten egykék vagyunk. Nekem mindig így az volt az álmom, hogy egy nagy család legyünk, hogy Zétinek legyen testvére, vagy több gyerekünk legyen, és hogy így leüljünk vasárnaponként az ebédlő asztalhoz, és együtt legyünk, és nagyszülők, mindenki ott legyen.